Elindult az első Gameplay csatornám, ahova kizárólag csak játékokról szóló videók lesznek feltöltve. Legyen szó horrorjátékról, akár Roblox-horrorról, Minecraft-ról, Stumble Guysról, fifa ról bármit, amit el tudtok képzelni. Link a leírásban, köszi szépen mindenkinek, aki feliratkozik. Szevasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Kommentben múltkor láttam egy olyat, hogy reagáljak a magyar horror-sztorikra. Én meg nem tudtam, hogy létezik ilyen. Tehát van több olyan csatorna ami magyar horror animációkat készít, magyar szinkronnal. Szóval a mai videóban egy ilyet fogunk megnézni. Nem más töltötte fel, mint ijesztő történeteket, hát nem gondolta túl a csatorna nevet. Egy lájkot like mindenképp dobok rá, fel is iratkozunk, ti is tegyétek ezt a leírásba, berakom az eredeti videót, na de nézzük is! 2011 volt, és még gimibe jártam. Egy új barátommal szomorultál, aki csak egy éve Hallani? ismertem. A hírnévről beszéltünk. Megtudtam, hogy neki is az az álma, hogy egy influencer legyen. Én még... Hogy mi valakinek az az álma, hogy influencer legyen? A manapság ez mi az iskolákban amúgy? Hogy ki, egy a tanár megkérdezik, ki mi szeretne lenni? Hát én tűzoltó, én rendőr, én influencer. Ne legyen ez az álmotok, az egy én nem tanács. hallottam akkor a snapchatről, de ő mondta, hogy egy népszerű alkalmazás lesz. És a korán bejelentkezünk. Van esélyünk arra, hogy híresek legyünk. Snapchaten híresnek lenni? Valaki snapchat futott be valaha? Az annyira nem egy izé olyan applikáció, amin be lehet futni szerintem, azt inkább csak, inkább csak küldtek baromságokat. Izgalmasnak hangzott és tetszett az ötlet. Az egész suliban senki sem beszélt még erről, és bíztunk benne, hogy ezzel népszerűbbek leszünk. Megegyeztünk, hogy majd otthon hát egy Instagram. barát kérelmet, és megismerkedünk a platformmal. Ahogy hazaértem, egy értesítést kaptam, hogy Samantha bejelölt. Azt mondta, hogy csak tanulás után fog snapchat De ezek szerint nem a lecke volt az első dolga. Emlékszem, amikor kicsi voltam, és engedték, hogy regisztráljunk a messengerre, vagy MS-en, akkor mi talán MS-en volt, és mindig vártam, hogy hazaérjek, és tudjak beszélgetni a haverokkal. Csetelgetünk meg ilyenek, valószínűleg ők is, ami hasonlóban vannak. Én még a házikat írtam, mert sok minden volt jövő hétre, amikor felvillant a telefon. Gyere, hát holnap van egy Két új üzenetet kaptam Szamantától. Áthívott hozzájuk. Állítólag egy buli lesz a házukban. A második üzenetében a címét adta meg. Ahogy mondtam, csak egy éve barátkozunk, és még nem voltam nála. Nagyon boldog lettem, hogy végre elmehetek hozzá. Ez a ház? Így néz ki a ház? Hát teson, ennyi oda. Ránézésre a ház az majdnem olyan magas, mint te vagy, és kb. annyira férsz el benne, hogy. és kb. hogyha elfekszel, akkor a félházat így elfoglalod. Régóta vártam erre a pillanatra, hogy áthívjon. Ez lett volna az első házi bulim. Ez úgy néz ki, mint egy garázs. A cím, amit adott, nem volt olyan messze tőlem. Indultam hozzá, és amikor az általa megadott címre értem, nem akartam elhinni, hogy itt él. De miután még egyszer ellenőriztem, hogy jó helyen járok, bekopogtam. Egy kicsit sem kellett várnom. Az ajtó kinyílt. Nem lesz ott, ugye? Egy két méteres szőke férfi állt előttem, aki a szaga alapján egy heten mosakodhatott már várt engem. Biztos rossz körülmények között élnek, de azért ügyelnek arra, hogy Samantha megkapja, amit a többi gyerek a suliban. Szerintem itt valami másról van szó, barátom. Itt, itt nem él, nem él semmilyen Samantha. A biztonság kedvéért megkérdeztem tőle, hogy a barátom apukája-e. Azt mondta igen. Nem volt nagyon beszédes. Szerintem nem. Rákérdeztem az ablakokra, hogy mi történt, de ő csak annyit mondott, hogy a ház felújítás alatt van. Mielőtt bármi mást kérdezhettem, volna megkért, hogy jöjjek be. És egy gyengét kézmozdulattal behúzott a házba. Nem ellenkeztem. Még mindig bíztam benne, hogy Samantha apukája. Nincs erre. ott Samantha. És ahogy a kezembe vettem, felcsörrent. Egy snapchates értesítést kaptam. Samanta volt az, de egy másik profilról. Nem értettem, mi folyik itt. Hiszen már küldött egy barát kérelmet. Miért csinált egy másik profilt? Nem érti. Hiá nem érti a teljesen hülye? Hát a csávó az ugye valószínűleg csinált egy profilt Samantha nevével, de a csávó honnan tudott ő err erről, az egészről? Hogy ők most csinál, hogy ők most letöltötték a snapchat egy stb. Ába altam ezen. Nem bírtam rájönni, miért tenne ilyet. Ráírtam, hogy nagyon ijesztő a háza. Miért nem jön ki? Már a nappaliban vagyok. Hát azért, mert nem szamanta. Kérdőjeleket kaptam tőle. Tesvér. Hogy azt az üzenetet, nem tudja, miről beszélek. Náluk nincs senki sem. Az előbb nézte meg. Megmondtam és megmondtam neki, hogy az oh. apukája már ételt készít nekem. Igazán, az most hidegrázós. A válasz, amit ezután kaptam, megmagyarázott mindent. Miről beszélsz? Anyukám nagyon régóta szingli. Itt várlak az ajtó előtt. Hol vagy? Hát, van egy rossz hírem. Szar helyen vagy. Szarba vagy. Szar van a palacsintába. Kész. Dead. Miről beszélsz? A szüleim egy jó ideje már nincsenek együtt. Hát a az ház répp, előtt várlak. Nem? Te merre vagy? Letettem a telefont és... Menj ki futás! Nem, nem, fut tudtam, ki. Évvel legyek. Fuss ki az ajtó. Egy idegen házába mentem be, aki eljátszott hogy Samantha apja. Nem volt sok időm gondolkodni. A konyhából suttogást hallottam. Oda néztem, és a szőke férfin kívül még két másik állt a szobában. Mi a frott? Engem néztek és az egyik kezében egy fekete zsák volt. Reflexzerűen sikítani kezdtem, és elfutottam a házból. Szerencsére az ajtót nem zárták be. Többször is hátra néztem, de nem követtek. Ahogy beértem a szobámba, megkönnyebbültem, nagyon kifulladtam Ezt a domáról és gyerekért kapkodtam. A szüleim aggódtak, magyarázatot vártak tőlem. Pár nappal később megtudtuk, hogy az egy elhagyatott ház. Hát igen, elég jó, úgy is néz ki. Be se kellett volna menni. Hát ez egy jó tanulság, srácok, hogy mindig, mindig figyeljetek oda, hogy ki az, akivel beszélgettek. Mindig győződjetek meg arról, hogyha valakivel beszéltek, tegyük fel a barátnőtökkel, akkor győződjetek meg arról, hogy tényleg ő az. Akár küldjön egy hangüzenetet, vagy küldjön magára most egy képet, vagy bármi, mert nagyon sok ilyen beteg, kamu profilos ember létezik sajnos az interneten, és amíg nem bizonyosodtál meg arról, hogy ez ténylegesen az ismerősöd vagy a barátnőd, addig nem menjél olyan helyszínre, amit ő adott meg neked. Na nézzük meg még egyet, második történet. Pár hónapja már nem történnek velem ezek a dolgok, de még most sem érzem biztonságban magam. Még otthon sem. Egyetemista vagyok, és a második szemeszteremet a Colin terveztem tölteni, de egy ismeretlen ember miatt nem merek visszamenni. Nem? nem szeretek egyedül maradni a házban. Úgy érzem, hogy minden egyes a lépésem is tetten figyelve van. Nem a legből beteg vagy barátom, inkább menj is magadát, hogy te ilyeneket hiszel. November elején kezdődött mindez, és azóta nem bízok senkiben sem. Előtte még sosem hallottam a szenepcsetről. Mostanság már mindenki tudja, mi ez az alkalmazás. Képeket és videókat tudsz küldeni amelyeket a barátaid a megnyitás után csak pár másodpercen át látnak. Az üzenet örökre eltűnik. Azt te csak hiszed? Amit te elküldesz, az valahol megmarad? Az internet nem felejt? A képeket lehet szerkeszteni, és mindenféle hülyeséget rajzolhatsz a fotódra. A barátaid. Sem neki ezt csinálja? Nekem ezt az alkalmazást. Ő, nézd, szépcsét! Eleinte nem akartam használni, de rávettek. Letöltöttem én is. Igazából rosszabbra számítottam. Tök... Jó, ja, mi, mi, ki csinálja még ezt a képein? Ki? Jól poénkodtunk NPC az alkalmazáson keresztül. Na ki az, aki még szelfit készít? Ki az, aki valakivel, és úgy... Annyira 2015. A lehető leghülyebb arcokat vágtuk, majd elküldtük az összes ismerősünknek. Eleinte csak magamról készítettem képeket. Oh. De idővel mindenféle vicces helyzetet oh, A férfiak seggét is ide hoztam. Visszagondolva, kicsit szemtelen voltam. És olyan sunyi képeket is csináltam, amelyek Sünyi... bajba keverhettek volna. Sokan voltak és egy idő után olyanok is, akiket nem ismertem. Mindenkit visszaigazoltam, és a képeimet a lehető legtöbb embernek elküldtem. Nem jó, hogyha mindenkit visszaigazol. Nem szabad mindenkit visszaigazolni. Ezt is jegyezzétek meg ne jelöljetek vissza senkit, csak akit ismertek. November elején bejelölt egy olyan profil, aminek a neve az volt, hogy mindörökké egyek vagyunk. Ahogy mondtam, mindenkit visszaigazoltam. Nem Ez zordt, hogy vannak a barátlistámon, akiket nem ismerek. Ahogy bejelöltem, egy üzenetet küldött. Szia, a képen cuki, egy hogy vagy? papír volt, amelyre nagybetűkkel a következő kérdés Opa. volt ráírva. Szia, szép fiú. Hogy vagy? Kicsit zavarban voltam. A négy másodperc gyorsan... <laughs> hogy lehet emiatt zavarba jönni? Azt se tudott, hogy ki az. Lehet, hogy egy 50 éves pali. És valószínűleg az is lesz. Ez a csávóval, hogyha bármi is történik ebben a részbe, megérdemelte. Egy újabb képet kaptam, amin egy plusz moci volt. Szívet tartott, amiben az állt, hogy benne vagyok a legjobb ödben. Milyen legjobb Egyértelmű Egyértelmű volt, hogy akar tőlem valamit. Köve... Az már rég rossz, hogyha valakinek a legjobb öt éve vagy benne. Mi az, hogy legjobb ötbe? Hát Atya világ. Mi rogattunk? de nem küldött magáról képet. A nevét sem árulta el. Akármennyire kértem, egy pálcika embernél többet nem kaptam tőle. Ezután én sem két lehetőségre gondoltam. Vagy egy nagyon csúnya lány lehetett, vagy nagyon szégyenlős. Vagy egy 70 éves, vagy 60 éves csávó. Erre nem gondolt. Er, minek? De is? Hát. És egy új üzenetet kaptam attól a titokzatos lántól. Lánytól? és azonnal lefadtam. Végre egy képet küldött, de egy férfi volt rajta. És a pöckölője volt rajta? Esetleg? <laughs> Koszos ruháiban a számítógépét nézte, és mögötte könyves polcok voltak. Össze voltam zavarodva. Vajon nem egy lányal irogattam, hanem ezzel az emberrel? Lehet egy random férfit fotózott le? Pár másodperc után egy újabb kép. Nem, valószínűleg nem egy random csávót fotózott le. Kaptam, amint csak szöveg volt. Látlak. Ilyetten hátra néztem, de csak tanuló diákokat láttam. Senki sem volt gyanús. Még mindig bíztam benne, hogy egy lány, és nem fenyegetésként küldte ezt a képet. Egy szelfivel válaszoltam, amihez azt írtam, hogy nem lát, Miért küldeni a Miért küld, Daniel, Miért küld selfit, egy ilyen fú, de hülye, fú, de felidegesít. Miért nem jössz ide és mondasz egy hellót? Egy ijesztő képet küldött, és azt írt, hogy túl aranyos vagyok. Nem mer oda jönni hozzám. Mivel a sulis könyvtárban volt, megkérdeztem tőle, hogy mit tanul. Annak ellenére, hogy látta ezt a kérdést, sosem kaptam választ. Ha amúgy belegondolva, ez rohadt para hogyha egy ilyen történik, mondjuk az iskolában, hogy valaki folyamat fotózgat téged, és nem tudod, hogy ki az. Bárhova mentem, az a valaki követett és lefotózott. Nem emlékszem pontosan az összes üzenetére, de a legijesztőbbek a következők voltak. Mindenhol látlak. Olyan vicces, hogy milyen közel vagyok hozzád, mégsem látsz. Egyszer megtudod, hogy ki vagyok. Nem zártam ki azt sem, hogy a barátaim szórakoznak velem. Nem értem, hogy ez az egész csak egy hülye poén. Másnap megkérdeztem a legjobb haveromat, hogy tud-e valamit erről az egészről. Csodálkozott, és nem tudta, miről beszélek. Elmondtam neki a részleteket, de láttam rajta, hogy nincs közelhez. Jó ideje, ismerem őt, és észrevenném, ha hazudna. Tűnjünk a legjobb legjobban, az azt, hogy ez egy prank, valaki csak szórakozik veled, de hogyha meg mégse, hát akkor az para. Az Fihetett. bizony baj. Már kizártam azt a lehetőséget, hogy a haverok szórakoznak velem. Régebben még küldött másról is képeket, de mostanság az összesen csak én vagyok. Mindegy, hol para? Valahogy sikerült mindenhova követni. De hát ezért nem jelölünk vissza mindenkit. Ezért? Úgy gondoltam, hogy az lesz a legjobb, ha nem írok vissza az aklatomnak, és nem nyitom meg az üzeneteit. A barátaimnak sem emlegettem már. Mi lett volna akkor? hogyha nem az van, hogy nem nézi meg az üzeneteit, hanem letiltja, vagy letörli, nem? Ő csak nem nyitja meg. Továbbra is én voltam az összesen, de a fotók egyre közelebbről készültek. Nem értettem, hogy lehet ennyi ideje, hogy mindenhova képes követni. Bárhova mentem, ő ott volt. A kolé... Hát de akkor biztos, hogy csak a barátai lehettek, nem? És csak szórakoztak vele hát ha nem látta soha, hogy ki a fotózgatja őt, és mindig a barátai közelébe van, akkor nem csak a itt barátai lehet. a napjaimat, a szobatársam itt. Mi, mit simogatja az asztalt? Nem, nem met semmi a monitoron. Teljesen agyhalott az a csáú. És hol a billentyűzet? Nincs billentyűzet, csak egér meg monitor, ami ki van kapcsolva. És nem egyedül lehetek. A barátaim hívtak bulikba, de nem volt kedvem, hogy újra képeket kapjak magamról. Nem mentem ki senkivel sem. Általában a sarki büfébe jártam vacsorázni. Ott mindig megnéztem a snapchat és megnyugodtam, hogy már semmilyen képet nem kapok. Szépen lassan az életem újra olyan biztos, volt, hogy valami. Égen. Gondolkodtam, milyen partikra mehetnék a szemeszter befejezése után. Egyáltalán nem féltem. Azt hittem, hogy már leszállt rólam az az ember. Előjöttek bennem újra azok az érzések, hogy valaki követ engem. És nem vagyok biztonságban. Előjött benne a rémálom, hogy kikapcsolt monitort használ már hetek óta. Már azon gondolkodtam, hogy inkább letörlöm a snapchat -et. De pár Ne a snapchat töröld le, hanem az embert! De később anélkül is sikerült elaludnom. Másnap reggel nagyon fáradt voltam. Az a rossz szokásom van, hogy kell és után mindig megnézem a telómat. És a snapchat is egyaránt, hogy van-e valami újdonság. Szerintem mindenkinek az adásra az megnézi a telóját, nem? Legalábbis nekem azt felkelek. Amikor megnyitottam az alkalmazást, legalább 50 új üzenetem volt. Az összes ugyanattól a szemétől származott. Attól, aki pár napja még zaklatott. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Gondolkodtam, hogy nem nézem meg, de túlságosan kíváncsi voltam. Képeket nem és videókat mik? kaptam tőle, amelyeket hat órája küldött. Csak nem azt videózta, hogy alszik. Amikor az első üzenetet megnyitottam, nem láttam sok mindent. A kép nagyon sötét volt, és nem lehetett kivenni, mi van rajta. A másodiknál már látszottak a körvonalak, de még mindig olyan felismerhetetlen. Ott volt mellette. Na várják, kezd izgalmassá válni. Minél hogy... tovább mentem, annál jobban látszódott, hogy a képen én vagyok. Miközben aludtam, ez az őrült betört hozzám, és lefotózott engem. A videókból csak öt volt, mindegyiken nő szerepelt. Kiderült, hogy egy férfi, és azt küldte el nekem, hogy a szobámban mosolyog. Azonnal felhívtam a rendőrséget. Már túl messzire ment ezzel. Próbáltam elmagyarázni, mi történt, de annyira összeszedetlen voltam, hogy semmit sem értettek. De kiküldtek egy zsarut? Egy ilyen zsarut küldtek ki, könyörgöm. Ez mi? Átnézték az egész szobámat, de semmit sem találtak. A szobatársamat is behívták és kikérdezték. Hiába próbáltam megmutatni a snapchat-em. A képeket és a videókat már nem lehetett újra megnyitni. Nagyon buta voltam, hogy az összeset megnyitottam, és egy screenshotot sem készítettem. Amúgy mondani is akartam, hogy legalább egy bizonyítékot készítettél volna te szerencse nélküli, de nem? Az egyik szombati napon tévét néztem, és vacsoráztam, amikor megcsörrent a telefonom. Félve megnéztem, hogy kitől jött az értesítés. Na, az a fej, amit fák. És igen, újra felkeresett engem. Hopp. Egyetlen képet küldött nekem, amit bánok, hogy megnyitottam. Szokásosan én voltam rajta, ahogy otthon ülök és eszek. Képes volt engem hazáig követni. Na ez Amikor mondjuk para. az ablakon, nem láttam senkit. Ez volt az utolsó kép, amit tőle kaptam. Remélem, mi hamarabb kiderül, hogy ki ez a férfi. Miért nem törölte le a csávót? Vagy tiltotta le? Esetleg? Nem értem. Nem értem. Na srácok, mi a tanulság? Nem igazolunk vissza sehol se ismeretleneket, és nem válaszolunk nekik. Jók ezek a videók, mert amúgy tanulságosak, viszont nem sok minden tudok hozzátenni, mert ugye megy a sztori. Most néha itt ott azért próbáltam oda tenni a véleményemet, viszont ha tetszett nektek és szeretnétek esetleg még ilyen videót, akkor jelezzétek egy like illetve iratkozzatok fel a csatornára. Hogyha van erre igény, akkor még nézhetünk ilyeneket. Köszönjük, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Szevasztok!